Will Smith és Jada Pinkett Smith kapcsolata Hollywood egyik legkomplexebb és leginkább figyelemmel kísért házassága. Az évtizedek során sok mindenen mentek keresztül, beleértve a szerelmi hullámvölgyeket, botrányaikat, valamint a közös örömöket és sikereket. A most következő részletes bemutatás célja, hogy átfogó képet adjon róluk, kapcsolatukról és azokról a kihívásokról, amelyekkel szembe kellett nézniük. A videóban bemutatom, hogyan találkoztak, milyen a kapcsolatuk fejlődése, milyen pletykák és botrányok övezték őket, valamint hogy miként élték meg az utóbbi évek eseményeit, beleértve az Oscar-díjat adón történt incidens hatásait is. Will Smith és Jada Pinkett először 1994-ben találkoztak, amikor Jada meghallgatásra jelentkezett a Kaliforniába jöttem című sorozatban, hogy Will barátnőjét alakítsa. Bár nem kapta meg a szerepet, mert a producerek túl alacsonynak találták, találkozásuk mély nyomot hagyott mindkettejükben. Will akkoriban még Shreezen Pinóval volt házas, de 1995-ben elváltak, és Will kezdett komolyabban érdeklődni Jada iránt. Will és Jada 1997-ben házasodtak össze, és azóta két gyermekük született, Jaden és Willow Smith. Házasságuk során mindig is nyíltan beszéltek a kapcsolatukról, és arról, hogy hogyan próbálják fenntartani a boldogságukat a nyilvánosság figyelme alatt. Kapcsolatuk során számos pletyka keringett róluk, amelyek közül a legjelentősebbek a megcsalással kapcsolatosak. A legnagyobb botrány 2020-ban robbant ki, amikor Jada nyíltan beszélt egy korábbi viszonyáról. Ez az esemény alapjaiban rázta meg a kapcsolatukat és a róluk alkotott képet. Ez a beszélgetés, avagy beismerés a Red Table Talk című műsorban zajlott le, ahol Jada Pinkett Smith beismerte, hogy viszonya volt a fiatal zenésszel, August Alsinával. 2020. júniusában August Alsina bejelentette, hogy romantikus viszonya volt Jada Pinkett Smith-szel, amelyről Will Smith is tudott és áldását adta. Ez a kijelentés nagy felháborodást keltett. Jada Pinkett Smith a Red Table Talk című műsorában július 10-én Will Smith társaságában elismerte a viszonyt, és elmondta, hogy ez akkor történt, amikor a házasságuk válságban volt. A pár őszintén beszélt nehézségeikről és arról, hogy a viszony hogyan segítette Jada önmagára találását. A beszélgetés során Will is kifejezte a támogatását. Az események után kapcsolatuk erősebbé vált, bár sokan megkérdőjelezték a történteket. Azért hozzátenném azt is, hogy bár elvileg Will az áldását adta a megcsalásra, korábban arról volt szó, hogy igazából fogalma sem volt erről az egészről. Többek szerint, mivel Will kellemetlen helyzetbe került, így próbálta meg a férfiasságát menteni, és ezért is terjedt tovább az a változata a történetnek, hogy Will is egyébként megcsalta a feleségét, de a beszélgetés előtt szó sem volt ilyesmiről. Illetve aztán jött a nyitott házasság gyakorlatilag a semmiből, hogy mentsék a menthetőt, amikor is azt állították, hogy egyébként szabad az úgynevezett megcsalás. Nem tudni, hogy mi az igazság, de akárhogy is volt, a párnak sikerült túljutni a nehézségeken. Will Smith és Margot Robbie közötti pletykák évek óta lázban tartják a közvéleményt és a bulvársajtót. A spekuláció 2015-ben a Fókusz látszat csal című film forgatásán kezdődtek, ahol a két színész közötti kémiát észrevették a rajongók. A közös fotók és interjúk tovább fokozták az érdeklődést, különösen egy 2013-as fotósorozat miatt, amelyen barátságos viszonyban láthatóak. Mindketten tagadták a romantikus kapcsolatot. Margot Robbie és Will Smith is hangsúlyozták, hogy csak barátok és kollégák. A pletykák azonban újra felélénkültek a 2016-os öngyilkos osztag forgatása során, de továbbra is tagadták a viszonyt. A találgatások hatással voltak Will és Jada házasságára, bár Jada nyilvánosan kiállt a férje mellett. Margot Robbie karrierjét a pletykák nem befolyásolták, de mindkét színésznek meg kellett küzdeni a média érdeklődésével. Will Smith szexuális orientációjával kapcsolatos pletykák a karrierje kezdetétől jelen voltak, különösen a Kaliforniába jöttem sikere idején. A bulvárlapok találgatásait az indított el, hogy Smith visszafogott magánéletet élt, nem a sztereotípikus hollywoodi nőcsábászok közé tartozott. A pletykák középpontjában az állt, hogy Smith és bizonyos férfiak között szoros, esetleg romantikus kapcsolat van, bár ezek az állítások sosem kaptak hivatalos megerősítést. Az egyik gyakran emlegetett személy Dwayne Martin, akivel Smith közeli barátságot ápolt, de mindketten tagadták a romantikus kapcsolatot. Will Smith többször is kijelentette, hogy heteroszexuális, és a pletykák nem befolyásolják sem az életét, sem a karrierjét, mivel ő inkább a munkájára és a családjára koncentrál. Will Smith 2021-ben megjelent önéletrajzi könyve a Will mélyen betekintést nyújt karrierjébe, személyes életébe és házassága bonyolultságába Jada Pinkett Smith-szel. A könyvben részletesen leírja, hogyan kezdődött a kapcsolatuk és azokat a nehézségeket és konfliktusokat, amelyekkel házasságuk kezdetén szembesültek. Will Smith elismeri, hogy nehéz volt egyensúlyozni a karrier és a család között, és hogy Jada saját helyét kereste a kapcsolatukban és a karrierjében is.
A különböző szemléletmódok gyakran konfliktusokhoz vezettek, és a könyv egyik legmegrázóbb része, amikor Will arról beszél, hogy házasságok során egy ideig külön éltek. Ebben az időszakban Jade és August Alsina viszonya is kialakult. Will részletesen beszél saját személyes küzdelmeiről is, gyermekkorának nehézségeiről, és azok felnőtt életére gyakorolt hatásáról. Elismeri, hogy küzdött az apai és férji szerepek elvárásaival, miközben önbizalom hiánnyal és bizonytalanságaival is meg kellett birkóznia. Beszél a terápiás folyamatairól is, amelyek segítettek neki jobban megérteni önmagát és a kapcsolatát Jade-ával. Jada Pinkett Smith korábban kifejtette, hogy kezdetben nem akart férjhez menni Will Smith-hez, mert nem érezte magát késznek a házasságra. Idővel felismerte, mennyire szereti Willt, és úgy döntött, hogy megpróbálják együtt. Jada számára mindig is fontos volt az önállóság és a saját karrierje, amit Will mindig támogatott. A Red Table Talk egyik epizódjában Jada nyilvánosan beszélt a házasságuk szexuális kihívásairól. Bár konkrétan nem nevezte meg Will szexuális teljesítményét, kijelentései sokak szerint arra utaltak, hogy nem mindig volt elégedett. Jada hangsúlyozta, hogy a hosszú távú kapcsolatokban nehéz megtalálni az egyensúlyt a szexuális igények között, és hogy a nyílt kommunikáció és őszinteség kulcsfontosságú. Ezt sokan burkolt kritikának érezték Will felé, és megalázónak találták. Többen észrevették azt is, hogy Jada gyakran figyelmen kívül hagyja Will érzéseit, például amikor a színész beleegyezése nélkül posztol a videókat a közösségi médiában. A legtöbben úgy vélik, hogy Jada kontrollálja Willt, és nem hagyja őt érvényesülni. I would say don't just start filming me without asking me. Oh my goodness. If you could film me. Astaire, come help us again, please. I'm still dealing with foolishness. Would you say that she helped us heal the hurts that we caused between one another? My social media presence is my bread and butter, okay? So you can't just use me for social media and not, you know, don't just start rolling. I'm standing in my house. Don't just start rolling. Az Oscar díjátadón történt incidens, amikor Will Smith megpofozta Chris Rockot, komoly hatással volt Will és Jada házasságára, valamint Will karrierjére is. 2022. márciusában Chris Rock a színpadon viccelődött Jada kopasságán, ami miatt Will dühében a színpadra ment és megpofozta őt. Az eset világszerte óriási visszhangot keltett és súlyos következményekkel járt. A botrány újabb problémák elé állította Will és Jada házasságát, amely már korábban is nehézségekkel küzdött. A médiában és a közösségi médiában zajló spekulációk és kritikák tovább növelték a nyomást a kapcsolatukra, és a válás lehetősége is felmerült. Az incidens után Will karrierje jelentős visszaesést tapasztalt, több filmprojekt és szponzori szerződés felfüggesztésre került, és több produkciós cég is elhatárolódott tőle. Jada nyilvánosan támogatta a férjét és hangsúlyozta a béke és megbocsátás fontosságát. Az eset rávilágított a kapcsolatuk mélyebb problémáira, és intenzív terápiás folyamatokon mentek keresztül, hogy megerősítsék a házasságukat. A régmúltbeli feszültség Jada Pinkett Smith, Will Smith és Chris Rock között még 2016-ban kezdődött, amikor Chris az Oscar gála házigazdája volt. Abban az évben Jada nyilvánosan bojkottálta az Oscar díjátadót, mert a színészi kategóriákban nem jelöltek fekete művészeket. Chris Rock a gálán viccet csinált Jada bojkottjából, ami sokak szerint megalázó és tiszteletlen volt Jada irányába, és ezzel kezdődött a feszültség hármuk között. Az eset mély nyomot hagyott bennük, és valószínűleg hozzájárult a 2022-es Oscar-gálán történt incidenshez. Will Smith és Jada Pinkett Smith kapcsolata rendkívül összetett és dinamikus. Az évek során számos kihívással szembesültek, de mindig is igyekeztek megoldani a problémáikat nyílt kommunikációval és kölcsönös tisztelettel. Bár a kapcsolatuk nem mentes a botrányoktól és pletykáktól, Will és Jada mindig is kiálltak egymás mellett és bebizonyították, hogy a valódi szeretet minden túlél. Az ő történetük továbbra is inspirációt nyújt azoknak, akik hisznek az igaz szerelemben és az erős partnerségben.